Ha olcsó és megbízható helyről szeretnél FIFA 21 zsetont venni, akkor választ a fifacoin.com-ot és használd az FLEHEL kuponkódot 5% kedvezményért. Minden link és fontos információ a leírásban. Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és a mai videóban egy nagy ratingű draftot fogunk csinálni, mármint abból a szempontból, hogy csak a legnagyobb ratingű játékost választhatom ki. Na de először, mielőtt a játékosokat választjuk, nézzünk egy felállást, mondjuk legyen ez a 4-2-3-1-es felállás, és akkor csak a legnagyobb ratingű játékost választhatjuk ki, aki most jelen esetben, hát sajnos nem Icon, már tudod, hogy ott van Rivaldo, hanem Sterling lesz az. Itt most szerencsére megússzuk, mert ez a kettő legnagyobb, de Werner nekünk tökéletes, úgyhogy Timo Werner lesz a csatárunk. Nézzük a támadó középpályás posztot. Ihattaren, ő most volt egy régebbi videóban. Nézzük a jobb oldali középpályás posztot. Egy jó kis koronát kapunk. Jobb hátvéd posztra, egy jó kis Zapa Costa. Vagy egy Emerson, mondjuk ez a jó, ilyenkor mind a kettő közül tudunk választani, de Zapa Costa lesz a legnagyobb ratingű. Nézzük a védekező középpályás posztot, valami jó kis Premier League-es játékos kellene, nem? Hát Kimmich lesz a legnagyobb ratingű. Nézzük a másik védekező középpályás posztot, bum, valami nagyot, ott egy Zakaria, na hát Bundesliga védelem kellene akkor, nézzük. Bal hátvéd posztra, Lucas Digne, van egy kis chemistry, hát egyre szeretvedettebb lesz a csapat így. Mondjuk így nem, mert Fernandinho itt a legnagyobb. Nézzük a kapus posztot, egy jó kis Alisson jó lenne, de egy Edersonnal is megelégszünk, srácok. Nézzük a másik védünket, valami jó kis Premier League-es, mondjuk nem, Alaba. És ott chemistry is lesz, Kimmich-e, nagyon jó. Ahhoz képest, hogy mennyire nehéz így választani, Neuer és Ter Stegen. Hát legyen Neuer, aztán majd eldöntjük, hogy kit fogunk használni. Guerrero, Florenzi. Nézzük, hogy hát kapnak-e Premier League-est. Na, hát mondjuk nem Premier League-es. Itt mindegy, hogy kit választunk. Legyen Pearson, viszont itt Sané és De Jong közül tudunk választani, azt szerintem legyen Sané, mert nincsen spanyol ligás játékosunk. Mondjuk más sem lenne ezek közül, jó? Mkhitaryan, hát vagy Son, vagy Dybala. De jó lenne egy Van Bissaka, vagy egy Fabinho, úristen. Na jó, hát akkor Son lesz, srácok. 84-es Cuadrado, vagy 84-es Mainan lesz a lehetőségek között, hát most ez is egyértelmű, menjünk tovább. Lewandowski, anyámat, Sanchez, na és akkor nézzük, hogy az utolsó játékos ki lesz, vagy egy Hulk, vagy egy Liner, de szerintem Liner lesz, hogy legyen egy kis chemistry-nk. És szerintem most beválasztok egy Bundesliga, hát Bundesligás nincsen, viszont van egy német, akit talán tudunk használni, de aki inkább legyen ez az angol edző. És akkor srácok, ebből a csapatból, vagy ezekből a játékosokból megpróbálok valamit összerakni. Na srácok, ez a csapat sikerült, hát ahhoz képest, hogy alig volt chemistry, így eléggé van, és az a baj, nem tudtam CDM-et betenni, mert nem volt CDM más. Most egy Timo Wernert hiába teszek be ide védekezni, egy chemistry-vel több lesz. Úgyhogy srácok, ezzel a csapattal fogok játszani egy meccset. Valószínűleg, amikor elkezdődik a mérkőzés, akkor Sterling le fog jönni, és helyette mondjuk be fog menni egy Guerrero, és majd később szerintem be fogom cserélni Messit, sőt lehet az elején még Zakaria helyére betesszük Messit, és akkor ezzel fogok játszani egy meccset, lássuk, hogy meddig fogunk jutni. Na és srácok, itt van az ellenfelünk csapata, Jézusom, FC Muki, wow, micsoda team, mondjuk egyébként ez tök jól össze van rakva, legalább 93 chemistry-e van. Na srácok, mehet a meccs? Hát remélhetőleg valamit ki tudunk ebből a csapatból hozni. Nagyon kíváncsi vagyok. Már mehet Lewandowskinak a labda. Lewandowski nem tudja átvenni. Egy picit lassú, mint ahogy megszokhattam, már mondjuk más játékoshoz képest, hát egyértelmű, hogy lassabb, de annyival nem, hogy ne tudjuk használni. Ebből gól lesz, srácok. Francba. 1-0, srácok, már a 6. percben. Na Lewandowski, és nem, és megfogja Donnarumma, mármint, hogy kiüti.
Koulibaly majdnem támadó középpályás poszton játszik. De... most mit csináltam, srácok? Mert nem, nincsen irányításom. És ad egy 11-est erre. Jó, hogy nyomtam amúgy a kontrolleremet, de nem baj. Nem vetődött Ederson. Az ellenfél élet egy újabb szöglettel. Ne, fejeld ki! Atya úristen, Bonucci, mondjuk ez szép volt. Jó, Lewandowski! És ott a gól! Nagyon szép tekerés. Fú, ez most szép volt. Legalább szépítünk, srácok. Az meg jó lehet Sonnak. Son megy is. És jó Messinek. És ott a gól! Ez mekkora meccs! Mekkora meccs, srácok! Fejjel indítottuk Messit, srácok, hát az hihetetlen. Son passzolja Lewandowski felé. Son kapja vissza, és az 11-es. Az 11-es, nem? Úgy is van, srácok. Tizi. Fú, hát ezt nem biztos, hogy be fogom rúgni. Azt sem tudom, kivel rúgjam. Mondjuk Messivel lehet, mert rúgni szerintem meg Lewandowskival is. Lewandowski ott a 11-es pontnál. Messivel jobb lenne? Jó, ott van, bent van. Nagyon jó, 3-2, srácok, vezetünk. Hát, esküszöm, nem hiszem el. És ennyi volt, srácok, az első félidő. Nézzük a másodikat, remélhetőleg meg fogjuk tudni tartani az előnyünket. És meg fogjuk tudni nyerni a meccset. És már mehet Messinek a labda. Nagyon jó, Sané kapja vissza. Menjél, Sané. Az jó, Sané átugorja. Sané beadhatja, és ott van, és Messi gólt fejel. Hát ez hihetetlen, srácok. Hú, mekkora meccs. Az jó, és ott van Messi előtt a lehetőség. Messi, és eltekeli a kapus mellett, és 5-2, és ki fog lépni az ellenfelünk. Hát ez hihetetlen. Hú, ez micsoda meccs, srácok. Azt a mindenit, 2-0-ra vezetett az ellenfél, és 5-2-re megnyerjük, hát ez hihetetlen. Esküszöm, el se tudom mondani, hogy mennyire örülök ennek. Nézzük akkor a második ellenfelünket. Na és srácok, itt van a második ellenfelünk. Jézusom, micsoda csapata van. Én így sem leszek elégedetlen, srácok, hogyha most ebben a körben, nehogy Isten, nem tudunk tovább jutni. Szóval nem lesz az sem gond. Nyilván szeretnék tovább jutni, nem azt mondom, de... ha nem tudunk tovább jutni, szerintem nem leszek elszomorodva, hogy elkenődve, ajaj. És gól. Hát az ellenfelünk tudja a dolgát, és... a Sunny-nak jó. Sunny! És nem megy be! Hát, nézzük Messi szögletét. Messi, jó volt mondjuk középre. Alaba, és beleér Lewandowskinak a feje. Nagyon jó, Alaba. Alaba sokkal jobban játszik, mint Fernandinho, mondjuk ez nem is meglepő. Az nagyon szép, a Sunny. Nagyon jó, Sunny. Ott a helyzet. Jó. És mellé. Atya ég, mekkora lövés volt, de mellé ment. Hát az jó Messinek. Messi be kell lőni, és nem lövi be. Hát ez nem igaz. Messi. Ajaj, ne! Hát hihetetlen, két helyzete van az ellenfélnek, aki mind a kettőt belövi. Neymar, ne! Édes Istenem! Édes jó Istenem! Hát ez... srácok, ennyi volt az első félidő. Hát én azt mondom, hogy nem vezet jogosan az ellenfelünk 3-0-ra. Szerintem annyival nem jobb. Engem láthattok bal oldalt, volt 8 lövés, 6 ment kapura, egyetlen egy gólom sincsen. Az ellenfélnek meg 4 lövése volt, 4 ment kapura, és abban 3 gól. Úgyhogy nézzük a második félidőt. Az jó Messinek, és ott a gól. 3-1, srácok, tudunk szépíteni. Na, jöhet a kontratámadás, srácok. Az jó Messi, visszahúzzuk, és ki kellene adni a szélre Son, de Son elveszíti. Hát, srácok, ez nem igaz. Megy Levának a labda, Messinél van, és megy vissza Lewandowskinak. Na, Lewandowski, be kell lőni, és nem megy be, Alisson kivédi. Sonnak megy vissza, mert nincs akinek passzolni. Az meg megint nagyon szép, srácok. Ezt be kell adni Lewandowski, ott a helyzet, és hogy megy be? Hogy megy be, srácok? 3-2 a 80. percben. Egyetlen egy változtatást csináltam,
behoztam Timo Wernert Lewandowski helyére, mert egy picit fáradtnak láttam, és hát ha tudunk még lőni egy gólt, az jó lehetőség. Messi, Messi, és mellé megy, hát nem igaz. Mekkora helyzet volt megint, srácok? Hát ez hihetetlen. Na, Sterlinggel még besprintel a kaputorkába. Az nem lesz gól, az nem lesz gól. De ebből már nem lesz semmi, srácok, úgy is van. Fú, azt hiszem, hogy megharcoltunk ezen a meccsen is, és nem tartom valószínűnek, hogy ezt ő annyira nagyon megérdemelte volna. Mindjárt mutattam a statisztikákat, hogy miért is gondolom ezt. Lényegében így a meccs végére teljesen kiegyenlítődött. A labdabirtoklás nem, viszont a lövések azok teljesen. Itt most a végén többet volt nála a labda. Nyilván azért, mert többet próbálkoztam, de hát igen, ezt a meccset sajnos elveszítettük, viszont akkor nézzük meg, hogy milyen csomagokat fogunk kapni ezért a draftért. Na nézzük, egy meccs győzelemért mit kapunk, két gold, nem egy gold pack, silver players pack és egy premium gold pack. Hát ezekből szerintem nem fog jönni semmi, de azért kinyissuk. Amúgy igen, ez tök jó, ezeket majd később megnézem, ki is dobom mindegyiket a piacra. Na nézzük a gold packet, hát ha nyitunk egy icont, srácok, az azért beszarás lenne, jó, hát ebből nem lesz icon. Srácok, ami nyílik ez a csomag, elmondanám, hogy Twitch-en mennek a streamek. Ez nem csak azért, vagy nem azért van, mert most nem akarom, hogy aki YouTube-on követ, akkor ne nézzen, vagy ilyenek. Szimplán csak abból a megfontolásból vannak ott a streamek, mert sokkal jobb az a platform streamelésre, és ott mennek az élő adások. Hogyha még nem követtek, itt a leírásban megtalálhatjátok a linket, és ott, ha bekövettek, sokkal nagyobb valószínűség van arra, hogy kaptok értesítést mind itt YouTube-on, úgyhogy ott lesznek majd az élő adások. Ha nem vagytok még feliratkozók, akkor mindenképpen tegyétek meg, és nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó, legközelebb találkozunk, én Lev voltam, és sziasztok!